7 helyi gazdálkodó szervezetnek köszönhetően az idén is megrendezték a színházban az évad legjobb teljesítményeit jutalmazó, elismerő, együtt a művészetét névre hallgató gála műsor. Ezúttal is 9 kategóriában találtak gazdára a díjat. A látványos ünnepi műsort Szente Vajk főrendező állított a színpadra az évad legsikeresebb musical betétdalaiból és más humoros elemekből, ízelítőt adva egy jövőre színre kerülő előadásból is. A műsorvezetők Merz Fruzsina és Járai Máté voltak. Járai Máté titkos álmát megvalósítva egy magánszámmal is megörvendeztette a közönséget. A gála díját adó részében műsorelemekkel megszakítva adták át az egyes kategóriák legjobbjainak járó elismeréseket. A legjobb női epizódistának járó elismerést Jankovics Anna kapta. A férfiak között ezt a díjat Sipos Imre vehette át. A Nemzetközi Zeneszerzői Versenyen is díjat nyert Iván Sára karmester lett az év zenekari művésze. A legjobb női táncművész díját a közönség ezúttal Nagy Nikolettnek ítélte oda. A férfi táncosok közül Szigeti Norbert kapta az elismerést. Bori Réka lett az évad legjobb női színésze a Külszívűben, az Elizabethben és a Luxemburg grófjában mutatott teljesítménye alapján. A legjobb férfi színész Ort Péter is játszott ezekben a zenés darabokban, de igen emlékezetes alakítást nyújtott Macbethként is. A Macbeth nyerte egyébként a legjobb kis színházi előadás díját. A nagyszínházi produkciók közül ezúttal a Kőszívű című musical bizonyult a legjobbnak a nézői vélemények alapján. A hagyományoknak megfelelően az Együtt a művészetért gála keretében adták át a direktor döntése alapján a Latabár Kálmán díjat is. Az elismerést a közönség teljes egyetértésével ezúttal Járai Máté érdemelte ki. Az Együtt a művészetért gáláról hosszabb összeállítást láthatnak a jövő keddi Múzsa magazinban.